A Pentelei Mental Higiéna és Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium egyik legfiatalabb képzése az Általános Iskola. Mint arról Könyves Ágnes igazgató beszámolt, fontos célkitűzés volt, hogy ne csak gimnáziumi képzés és szakképzés álljon a tanulók rendelkezésére. Akik az általános iskolát is ebben az iskolában kezdik meg, éveket töltenek egy sajátos közegben. Az intézményben több átalakulás is volt, jelenleg felső tagozat működik, de továbbra is cél, hogy a fiatalok ebben az intézményben kezdhessék meg az általános iskolai tanulmányaikat. Az általános iskolának a létrehívása az azért valósulhatott meg, mert a szülők egyre másra azt emlegették, hogy miért nincsen általános iskola, mert hogy hamarabb hoznák ide a gyerekeket, mint ugye amikor a középiskolába jöhetnek, és akkor gondoltunk egy merészet talán 6 évvel ezelőtt, és azt mondtuk, hogy akkor indítsunk el egy általános iskolát, és egy élménypedagógiai alapú iskolát képzeltünk el. Elsősorban a felső tagozatra fókuszáltunk, mert ők a kamaszok életkorban közelebb vannak azokhoz a gyerekekhez, akikkel már ugye nagyobb tapasztalattal rendelkeztünk a korábbi évek alapján. Az iskolában alacsony osztálylétszámokkal dolgoznak, és minden tanulóval dolgozik egy mentor is, aki a tanulás mellett az élet más területein is segít a gyermekeknek. Alapvetően nem az évfolyamokon van a hangsúly, hanem azon, hogy egy tanuló a 8. fél évre elsajátítja a szükséges tudásanyagot. Ez pedig a kis létszám, a fokozott figyelem és az egyéni odafigyelésnek köszönhetően mindenkinél máshogy és másképp kivitelezhető. Mi ezt úgy hívjuk, hogy egyéni fejlesztési terv, egyéni haladási út szerint tanulhatnak a gyerekek, ami azt jelenti, hogy amilyen csoportba bekerül, ott van egy csoportvezetője, aki egyben a mentora is, és a csoportvezetőnek feladata, hogy úgy felépítse a gyereknek a tanulási útját, amivel aztán szépen végig tudja élni ezeket a nem is annyira könnyű éveket. És akkor ez úgy zajlik, hogy elkezdődik a közös munka, megbeszélik, hogy hol tart a folyamatban, mi az, amit szeretne tanulni, milyen mélységben, hogyan, és aztán elindulnak a foglalkozások. Könyves Ágnes szerint azok a tanulók, akik a Pentelei iskolában végezték az általános iskolai tanulmányaikat, nem szívesen folytatják más intézményben. De ha mégis más közegbe mennek, akkor az új helyen is képesek helytállni. Szívesebben választanak olyan szakmát, vagy jönnek inkább gimnáziumba hozzánk, mint hogy mondjuk egy másik intézménybe menjen. Vannak azért szabálykövetőbb gyerekek, akik jobban föl tudják venni, és a szülők is úgy érzik, hogy szívesebben vinnék más intézménybe, megállják a helyüket, tehát azt tapasztaljuk, hogy innen tovább menve jobban megállják a helyüket, mint hogyha most ugyanezeket az éveket egy szigorúbb rendszerben töltöttek volna el, hiszen az ő nehézségeik vagy sajátos nevelésigényük kívánja ezt a fajta toleranciát, empátiát, amivel itt tudunk velük dolgozni. A Pentelei iskola és az itt dolgozó pedagógusok igyekeznek tehát mindenkinek egyénileg is biztosítani azokat a körülményeket, amelyekből építkezve a tanulók ki tudják magukból hozni a maximumot, a nehézségeik ellenére is.